Amikor én folytattam az utamat ebbe az égő Kalarath nevű városban, abban a reményben indultam el, hogy előbb-utóbb majd a felső részébe is elérek, és ez úgy is tűnt, hogy megvalósul el végre már, miután leszedtük ezt az óriás rogár baby boss-t. Eljutottunk oda, hogy most már nem permanensen égő épületek között, hanem hamvas épületek között megyek. Jött pár ősebb ellenfél, találtam valami romos házat, annak bementem a nappaliába, aztán a pincébe, és egy bányába találtam magam, szóval, ami már megint egy másik terület, szóval... De én megint csak úgy érzem, hogy én igazából mindent fölfedeztem, amit csak tudtam. Szóval... Sunless Keen. Úgy látszik a... Ezért már nem lesz elég. Ez hülyeség volt, ezekkel nem kéne nekiállni trédelni. Jól kezdek. Nagyon jól kezdek, very much, nagyon jól kezdek. Nem baj, nem akarsz hírt pazarolni. Gyere át Umbrába. Nagyjából ez a neve a játéknak. Sunless Keen. Ha nincs nap, az azt jelenti, hogy itt is rohadt sötét lesz. Legalábbis gondolom. Viszont ez remélhetőleg azt jelenti, hogy azt a Sunless Skin... Nem buzi át tudsz jönni az ajtó. Ha! Verém! Gyere csak ide! Gyere csak ide, kurva anyád! Bazd meg. Baj. Figyelmeztető lövés, megkaptad. Azt nézzük. Keci, nem hiszem el, bazd meg ezeket a projektájokat. Na, ott van. Király, ezt megszüntettük. Kéne pakolni egy picikét Strength-ra vagy Radiance-ra, hogy nőjön a sebzés, vagy most már Corrupted Penitent. Ezért lepke, jó. Nagyon jó, hogy így a charge-ol tevi amúgy teljesen elkapja a hátam mögött lévő ellenfeleket is. Jaj! De ezt mondom, ez technikailag azért működik így, mert a karakterem nem bírja el a fegyvert, túl nehéz, de ezt lényegében az előnyömre tudom fordítani. Hó. Jaj, megint ez a buzerás. Okos ez. Nem fog bedőlni ilyen a lantas trükköknek. Mint hogyha nem tudnám leszedni rendes fightba, de... Már nyomtam az el egyet, bazd meg. De ráadásul ez honnan jött? Tehát, hogy... Na, mindegy. Oké. Még több delirium fragment. Annak örülünk, az mindig jó. De így most akkor lássuk, jól értem, tehát a heavy attackom ugyanannyit ér, mint egy light. Később, hogy ez meg célba ért. Pedig itt a fél világon is átdobtam.
mindenkit is elkapott. Na. Te sikéim. Kezdünk kicsit sokan lenni. Kezdünk nagyon sötétbe lenni. Na mindegy, szóval... hogy kíváncsiságból a tüzes kard mennyire sebzi őket. Jobban. Oké, hogy csak plusz 5-ösön vagyok, de... Jó, ez nem is Ignite egyébként, hanem Burn. Kétetés kell ugyanúgy. Nem jó, jön a Reaper. Viszont jöhetek is vissza, mert van ulturális érdekeltség. Lerobbantottam valami faszt. Itt szerintem megint becsiz. Munkálkodott. Nem, itt csak simán beomlott a... De ez mi... Na azért. Olyan körülményesen lehet néha ezeket is elhelyezni. Pedig most nem a falra raktam. Na jó. Semmit. Egyszerűen. Illik a területhez, hogy szán lesz. Nap az tényleg nincs. Ring of the First of the Beasts. Endurancját növel. Jó. Ennek olyan másabb hangja volt. Az fog kinyílni. Igen. Az meg. Egyszi megőrülök ettől a szaros target locktól komolyan. Összeszarom magam. De megint leperizem, akkor ne sebződjek már be, baszom anyádat. Ha leperizem, nem sebződök le. Ez így működik normálisan. Nem perizem le, akkor lesebződök. Ennyi. Faszomat. Viszont, mivel itt most lényegében le vannak írtva az ellenfelek, szerintem tehetek még egy kört, mert nem reszteltem. Visszamegyek arra a részre, ami beszakadt alattam, hogy most át tudok-e ugrani. Nem is tudom, hogy oda hogyan lehetne eljutni. Szerintem majd másik oldalról. Jó, akkor ez ennyi. Ez ennyi, akkor...
mehetnének szépen tovább a... át a kapunk. Az oldalra, ú, de nagyon jó, és mindjárt jön a Reaper megint. Ó, bazd meg, ó, bazd meg, ó, bazd meg, ó, bazd meg, ó, bazd meg. Menj már az után, volt-e kutya. De mindjárt nagyon fog jönni. Damn those overseer bastards! We told them this would happen. Oh, they'll pay for this. Come on, swing those picks. Hold on, lad. Azt se látom, mi a faszom van, bazd meg. Nem, én föl fogom venni ezt a kurva fényerőt 100%-ra, bazd meg. Botrányosan szarok a fényviszonyok. Ó, de nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Most már csak most már csak jövök. Annak a reményében, hogy itt találok egy extraction pointot, esetleg. Jó, ennyit is érez a játék, beakadtam. Kurva anyádat már! Jó, ennyit érez, bazd meg. És csak úgy közlöm, nem az ellenfelektől akadtam el az elején. Nemes egyszerűséggel beszorult ez a szar. Most meg a végén ütni akartam a két élő halottra, hogy legalább kiszabaduljak, de mivel a karakterem esés közben volt félig, így félúton elkenszelődött az ütésnek az animációja. Gratulálok! Szerintem célszerűbb lesz innen menni most, így, hogy már kinyílt a kapu. És megint érted, ki tudtam volna jönni, de nem bazd meg, mert annyira random ez is, hogy most mikor tudsz kijönni abból a tetves umbrából, vagy nem. Néha, geci, sokkal közelebb vannak hozzám ellenfelek, és ki tudok jönni. Szóval annyira random faktoros az egész, és kurvára idegesítő. Rég ki kellett volna jönnöm. Nem enemies nearby, máskor meg ott állnak mellettem, és ki tudok jönni. Takarodjál már komoly. Meg jó, mindjárt tovább megyek itt, akkor erre lefele, de... Erre most... Arra nem emlékszem, hogy itt most ezt én rúgtam le, vagy... Kajak, nem emlékszek erre itt. Nem, erre még nem voltam. Aha, itt a beszakadós cuccnak a másik oldala. Kézik volt, Moonstone Cluster.
van egy kilépési pont is egyébként. Enslave miner, kurva anya, minden jó. Jó, tehát akkor itt jöttem föl. És elsőlegesen nekem nem... Ezek az ellenfelekkel meg csak az a gond, gyerekek, hogy kurvára de időhúzás. Tehát ez szerintem bazd meg szemhéjen keresztül le tudja verni mindenki az ilyen élő voltakat. És tényleg csak akadálynak, időhúzásnak. Oké. De a parazitának annyi. Aha, ott meg már voltam. Akkor itt ennek a résznek csak ennyi volt az értelme. Nekem jó. Volt itt részem elég izgalomba. Följöttem a túloldalra, fölszedtem azt a tárgyat, most pedig... Várjunk. De várjunk, most 6.53 elég neki, hogy megdögöljön. Máskor meg 6.80 nem elég neki? Igen. Fully virágú shield. Az mit tényleg, ha legalább látnék valamit. Ezek a látási viszonyok, ez tényleg katasztrófa. Jó fele jött. Nem, jól van. Akkor itt most le, és... Most le fogok ugrani oda, de nem ugrok le oda, hanem erre. Ezekbe a szűk alagutakba is ennyi ellenfelet berakni. Nézem, hogy milyen pajzsokat kaptam most már. Csak... az eléri. De nyilván nem. Ez mi a faszom volt? Nem. Gyerekek, bazeg, ezek a genkek, ezek guztustalanok. És leszarom, hogy most csak ilyen élő holtakból jön össze. Egyszerűen nem érzem azt, hogy ez most bármit hozzáadna a játékhoz. Tehát ez most konkrétan anyádat már neked is. Ez konkrétan itt most más sem csinál, mint csak az időmet húzza, bazd meg. De...
bazd meg. Jó, nem, leszarom. Én most untam meg. Most untam meg. 100% brightness. Nem érdekel. Egyszerűen lófaszt nem látok. Így is még lehet a kontraszton variálnom kell, mert katasztrofális a fényerő ebbe a játékba. Abból már nem fog sokat nyerni. Persze, hogy akkor jössz te. Egy darab vesztizsem maradt, jó. Azt még nem. Húzzál már az uta... Geci! Ki van a faszom? Torony magasan, ki van a faszom, bazd meg! Oh. Reduced enemy density. Mondom, az a patch az csak egy csicska látszatintézkedés volt. Nem csökkentettek ezek semmin. Semmin, bazd meg. Hova tűnt ez a nyomorult kaszás amúgy? Tapsra vár. De... Nyomva tartottam az L1-et és átütött a blokkon. Nem azt mondta ez a faszopó játék, hogy egészen addig, amíg blokkolsz, addig a Wither Damage nem tud megölni? Csak mert nyomva tartottam, és átütött rajta ez a fasz. Olyan faszopó, jössz vagy nem jössz? Nehogy már végtelenség rád helyen várnom, bazd meg. Seedet. Azért szedtem le, hogy hátfalt Vestige Seedet, de... Részletesen nem adott. Na ott van! Milyen enemies near? Jöttem már ki ebből a fosból úgy, hogy bazd meg voltak itt közelebb ellenfelek. Full inkonzisztensen működik ez a szarít, bazd meg. Enemies near. Anyád picsája van a közelbe, az. Jöttem már ki nem egyszer úgy ebből a fos világból, hogy ott álltak konkrétan mellette. Itt a közelemben nem volt senki, most meg... Konzisztencia az kurva fontos, mondtam már. Ezt itt konkrétan... Már rakok egy vestige-et. Ez itt viszonylag jó helyen is van. Fú, bazd meg, deretek hely ez a bánya. Az első terület, amire azt mondom, hogy nem tetszik, tehát hogy azt hinnéd, hogy akkor szűkebb hely. Jobb lesz a performance, a nagy büdös lófaszt jobb. Még konkrétan szarabb. Ilyen pointy stickem van. Ez dupla hit. De várjunk! Na most akkor a 659 damage elég,
A 680 nem. Tehát, hogy ugyanazokról az ellenfelekről... Na, mindegy. Itt sem jön át semmi. Hanem nem egyszerűsége, csak annyiról van szó, hogy itt át kell jönni. Ez egy lehet csinálni. Konkrétan el tudod forgatni azért, hogy nem tudom. Biztos, hogy származik belőle valami előny valakinek. És akkor... És azt a tárgyat ott hogy szedem le, mert a hulla lényegében ott megakadt a levegőbe. Tehát, hogy... Gyerekek, ez most komoly. Tehát, hogy itt rendes világból nem tudnék odajönni, mert elsüllyedek a vízbe, és megpusztulok. Menjél innen, kedves kis kövér barátom. Vestis Seed, nagyon jó. Nagyon jó, mert most már tényleg... Most először fogytam ki belőle. Amióta, hogy is mondjam, amióta sűrűbben használom. De megint... Ne... Hozzá se nyúltam az R2-höz. Ez a fogyatékos miért nyom magától charge-olt heavy-t? Mi a faszomért? Hozzá se nyúlok, az első heavy után engedem el azt a fostalista R2-t. Kurva szar egyszerűen az inputoknak az elraktározásait. Olyanokat rak el, ami nem is létezik, amit meg el kéne rakni, azzal meg nem kell semmit. Bassz meg. De én a Reaper annyit szarakodtam. Szerencsére itt ki tudok jönni. Na ott van, enemies near, mégis ki tudok jönni. Sőt, most közelebb voltak hozzám, mint... mint amúgy. Na igen, és most engem az érdekelne, hogy... Oké. Valószínűleg kiengedjük innen a vizet. Jó, és így akkor lekerülnek a hullák. Ring of Bones. Animated Figure Skull. Voltam. Akkor ez itt ennyi. Aha, és ott van egy új vestige. Itt a sírású. Vestige of Caitryn. Ugye több key itemet most. Az Umbral Tome-ot azt adjuk oda a Molhunak, a rune tabletet meg Gerlindének. Let Gerlinde see that. Makes no sense.
Not yet. Gerlinden. Még nem tudom neki odaadni, megfelelő sorrendbe kellenek neki a rune tabletek. Hát egyelőre csak ez az egy van nálam, szóval... Oké. Okay. Jó van. És... Chosen bearer of the lamp. Like you, I serve. Wither damage és wither defense. Pár ilyet vegyünk esetleg, hogy tudjunk warpolni majd vissza az utolsó, a legutoljára látogatott, mi a nevéhez. Where the hell's it gone? Whoever took it, I swear! This vestige, it marks where Catrin fell. She was a lampbearer, like you. But far more than that, she was... I left a token here, in her memory, a pendant I gave her a long time ago, and now it's gone! Ez a Catrin az itteni lámpahordozó szeretője volt, és itt hagyott neki az emlékére valami ilyen nyakláncot, vagy mit medált. We fell in love, and we embraced what we had, even though the order forbids it. They found out, and made sure we paid for our sin with agony. In the end, they thought we were dead. But it was only Catrin's heart stopped, and not for long. Thanks to the umbral lamp. Eventually there came a day when she fell. I'll find the bastard who took... You find them first, you tell... There'll be blood for this desecration. I'll find them, you find them, there'll be blood... Kicsit mérges, hogy ellopták innen azt a pendantot, amit itt hagyott, szóval, ja, gondolom majd meg kell keresni. Jó, akkor... Jövünk tovább, de egyébként... Nem nyílik ki erről az oldalról. Akkor viszont egy kicsikét itt most megint problematika lépett fel. Ugyanis... Most így akkor megint fingom sincs, hogy merre kéne menni. Valahol... Itt nem jöttem volna föl. Na. Ez nem... Annyira pointlessnek tűnik ez itt megint. Életbe. Geci, most... Hát nézzétek már meg, mi a faszom van itt, bazd meg, a levegőbe áll a karakter. Összeszarom magam. Erre kell menni valószínűleg. Azaz! Belehúztuk a falba a lelkét. Kurva jó! Kurva jó, bazd meg! Kurva jó! Taps, taps! Unlak már! Unlak már, piszkosul, te kopasz geci! Húzzá innen! Téged is! Jó, itt most már keményebbek, mint az előző része, most már kicsikét több ütés kell nekik, hogy még dögöljenek. Bassza meg, még mindig nem döglöttél meg?
fogok most már csinálni majd. Elérek egy checkpointot. Elmegyek majd vissza a mocsárba, megnézem, hogy ott van még az a kiás NPC, és most már bevásárolok tőle élmentek ellen. Ezen a területen amúgy is egyszerre több van, tehát hogy poison is, vagy ez csak umbrálon kívül, na mindegy van. Soaring Protector set. Még az a baj, hogy ezt így mind együtt nem fogom elbírni, és megint mindjárt jön a Reaper. Lehetne már egy kurva pont. Geci, ez nem... Üssél már, te béna balfasz! Komolyan mondom! Jól van. Kurva anyátokat mindannyiótoknak. Komolyan mondom. Elegem van ebből az ízléstelen fos gangből. Elegem van, bazd meg, hogy értelmes enemy placementre ez a játék képtelen, bazd meg. Képtelen. Mindenhova oda kell rakni. 4-et, 5-öt, 6-ot. 10-et. A lepkemelés jó, azt tudom, hogy ez kimondottan élőholtakat spónoltat a tojásokból, de miért kell egyszerre 10-et, bazd meg? Miért? Kurvára unom a genkeket. Gecire unom. Gecire semmit nem ad hozzá ehhez a szájba baszott, kibaszott játékhoz. Igazából pont, hogy csak a hiányosságokat próbálják meg álcázni vele. Mert onnantól kezdve, hogy átvágod magad a genken, meg minden ilyen idegesítő, hátráltató szart lenyomsz, akkor derül ki egyébként igazán, hogy úgy harc terén nem is olyan nagy szám ez az egész. Tehát, hogy most ténylegesen igazából a rendes teljesen... Na, tehát a rendes bosszokon is bazd meg, úgy megyek át, mint kés a kibaszott vajon. Csak az ilyen fasságok tartanak fel. Konkrétan. Na jó, itt lesz egy checkpoint. Ez aggasztóan hasonlít egy korábbi részre, ahol szintén... Nem, ez másik, mert itt van a kopasz geci. Hulladék kutya, te! Ez geci nevetséges. Nem, ez az első terület, amivel hogy isten igazán ki van a faszom, és tényleg csak azt várom, hogy már legyek rajta túl, mert kurvára unom. Kurvára fárasztó az a bányás baszás. Na most oda... Igen, ez itt egy korábbi rész. Ez itt abszolút egy korábbi rész, de még Vestige-et is raktam. Azért megérte. Itt most pont arra bankoltam, hogy ugye a Dodge-nak elég nagy a range-e. De nem számítottam rá, hogy egyébként itt most ez tényleg jó lesz. Ebben a játékban egyszerűen nem lehet tervezni, mert minden így random. Vagy működik, vagy nem. Semmi se konzisztens. De ezt a bányát, ezt úgy tényleg isten igazán kurvára kezdem unni egyébként. Ugyanúgy... Ja, jó, tehát hogy umbrálba vagyok, oké. Okay. Ez a rész itt nekem megint egy ugyan... vagyok. Oh,
van föl volt már az eledjem, de... Még valami köcsög esetleg, aki így a semmiből rám akar spawnolni? A gránátok és az egyéb ilyen dolgok azok kevesebb lőszert fogyasztanak és többet sebeznek. Jó. Ezt elérjük, nagyon király. Az szépen elment. Már majdnem a falon keresztül, bátya. Oké. Okay. Tudom, hogy ott mi. Nagyon-nagyon-nagyon tudom, hogy az ott mi. Sunless Keen Key. Jó. Két helyre is tudom, hogy jó lesz. Az egyik az itt volt még konkrétan a Sunless Keen elején. Azt majd meg is fogom tudni találni, a másik pedig valahol a... Tudja már a faszom hol volt egyébként. Ez itt amúgy kurva nagy baj lesz megint. Jönni fog a kaszás. Kalrath Cistern. Ciszterna, az egy szinoníma szó a bányára, nem? Igen! Ez az. Jó, oké. Okay. Egy kicsit olcsó megoldás volt, de ez most így volt a legegyszerűbb. Egyenesen tudok tovább jönni erre. De tényleg azt hinné az ember, hogy egy szűkebb terepen ugye kevesebb dolgot kell megjeleníteni, akkor jobb lesz, és nem jobb. Nem jobb, bazd meg, nem jobb. Mondom, az a legutóbbi patch, ami jött, az 1,3 gigás. Mindig ki erre az oldalról, akkor bazd meg. Az 1,3 gigás szar, az konkrétan bazd meg félbetörte a játékot. Na azóta még annyira se fut normálisan, mint előtte. Az Upper Kalrathot a bányán keresztül. Érjük csak. Ja. Igen. Ez szerintem így a jó döntés. És akkor... melyik volt az? Mines? Talán a Mines. Itt ehhez közel volt valahol egy... Igen, mert oda bemegyek, akkor van felirat, hogy Sunless Keen. Ez volt az egyik ajtó. Ja, vagy ez ugyanaz volt, mint amit a másik oldalról láttam a... Koko? Ezt majdnem sikerült, igen. Delirium Nugget.
abszolút ismerős rész, de... Mamó. Jujjujjujjujjujj. Nem is kell még a Pilgrim's Purge fele mennem, baszki, vagy? Ez még a lower colorat. Aha. Na, ez megint csak az, ami mondtam, hogy én itt nem hagytam el semmit, hanem majd későbbről. És itt pont totyogott is egy ilyen masktestű, ahol itt azon gondolkodtam, hogy hát ezt onnan a tökömből fogom kinyitni, és hát végül is csak egy rohadt nagy varga betűt kellett hozzátenni, szóval. Újabb zseniális pályadizájn, és itt most nem szarkasztikus vagyok kivételesen. Annyira éreztem, hogy egyszerre fog rám jönni a másik, és pont azt akartam, hogy külön válasszam őket. Tüzes köcsög. Már egyébként így kinézetre visszahozza a nagyobb darab rogárokat az elődből. Jaj, ott a Tyrantek de buzik voltak, amiket így leszettél. És utána... Utána konkrétan... Ez kurva jó volt. Nem haltak meg, így elkezdték püfölni a földet, és újra földtámadtak. Egészen addig, amíg nem találtad meg azt az urnát, ami így a szívüket rejtette, és azok az urnák eléggé hasonlóan néztek ki, nem voltak teljesen ugyanolyanok, de eléggé hasonlóan néztek ki, mint az összetörhetők. Így legalább egyszer le kellett őket szedni, és úgy követni kellett a vörös vonalat, hogy most akkor hol van az urna, az... Ez egy jó köcsög megoldás volt. Remélem azt nem hozták itt vissza. Akkor pecázzunk újra. Na, ez már egy kicsit jobban sikerült. És akkor szintén megyünk itt most lefele. Na, ezért is jobb egyébként ez utána heavy, mert az elől nem tudott volna eléggé hátra dodzsolni. Fed egy irányú úton küzdeni. Kíváncsi ebbe az mennyiség az előtt. Ez meg. Mocskos parasztok, passz meg! Ruiner Sleeves, ja, ó, igen. 10,2. Igen, ez egy kicsikét... Heavy lenne. Ja. Ja. Cursed Set. 10,3. Egyébként a Sacred Resonance a legnehezebb. Proselyte.
itt az EU dolgok. Most már szép lassan egyébként a Gibbonról lehet át kéne váltani. Ja, ezt a Ruin Settet én lehet kifarmolom a résznek a végén egyébként. Csak gondoltam, hogy ráugul, azt nem gondoltam volna, hogy ennyit lesebez belőle az a plunge. Ezek mindig is olyan kis masszívak voltak. Na de igen, ezt kerestem korábban. Itt ténylegesen azon gondolkodtam, hogy hát ezt mégis honnan a gyászból fogom kinyitni. Hát igen. Hát ott nem igazán jössz utánam, úgy látszik. Egyelőre jöjjünk ki, még szénti Quintessence király, most már ezt is tudom fejleszteni. Ezt a Ruin Settet én kifarmolom. Szép meg jó a Gibbon Armor, de ide amúgy is a tűz ellen fog kelleni a védelem, mondjuk ezt. Lagzivatar. Kibaszott lagzivatar. Jaj! Nem rakok ide most még Vestige-et. Akkor viszont volt egy másik hely, ahova még az a Sunless Key... Sunless Skin Key kellett. Még a Kalarat előtti részen. Bazd meg! Ez olyan, mint a Light Reaper. Ez pont olyan volt, mint a Light Reaper, és most ráadásul több HP-ja is volt, mert megbosszultam éppen valamit. Így nem vicces egy új ellenféllel találkozni, hogy még boostolt. Emiatt ez egy az egybe ugyanaz volt, mint a Light Reaper. Nem jövök ki Umbrából. Kell az a checkpoint. Ezt a szem vágom. Shortcut! Shortcut csak Sunless Keen. Kulcs kellett hozzá. Igen, azt a részt ott ismerem, mint a rossz pénzt. Igen, igen. Pontosan. Jó. Kocsika.
érdekes, hogyha én itt most nyomok egy ilyen taktikai létramászást. Ez mennyire lesz jó. Delirium fragment, ez egy kovács műhely bezony. Ez bezony egy kovács műhely. Itt a hevizés volt a legjobb döntés. Majdnem. Király, kukukule. Most már viszont resetelhetem a rálót. Jé, és ki tudok jönni megint, hogy enemies nearby? Csoda történt, bazd meg. Skin Stealer Spear. B-minuszra indul Agility-be és Fire tud. Ez jónak tűnik. Mármint ha Agility-s vagy. Se tünteti el, de talán egy kicsikét jobban látok, mondjuk. Egyébként nem, nincsenek a hűden nagy igényeim, én csak egy izét szeretnék. Csak pontot. Vagy itt most ez egyelőre. Szemem ott, mintha látott volna valamit. Ha itt eljövök. Nem, nincs felfele vezető út. Jó, se baj. Akkor... Na jó, a shortcutnak a nyak, akkor fölmászok itt, aztán hát, hogyha lesz itt még valami. Értelmes, de egyébként simán az is lehet, hogy... Ugye ennek a résznek itt ennyi az értelme. Én most meguntam a farmolást, gyerekek, ezt majd részen kívül. Én inkább haladjunk tovább. Inkább haladjunk tovább, azt mondom. És amúgy is van 8 vesztis mofom. Menjünk. Igazából szerintem több ajtó lehet, hogy nem volt. Amit ez a Sunless Skin kinyitott. Legalábbis én nem emlékszem, hogy hol, lehet, hogy csak keverem. Szóval igazából én azt mondom, hogy most menjünk innen a legutóbbi seedlingtől, és nézzük meg ezt az óriás kínzókamra / várbörtönt. Probléma ott van, hogy a nap most a lehető legszarabb helyen van, szóval kicsikét furán fog látszani az arcom. Jó, akkor boss fightolunk! Skin Stealer. Look!
De bazd meg, tehát, hogy ott most a Perrynél ott látszott a végén. Nyomtam a Perryt. Sőt, ott... Technikailag nem is perrizni akartam, csak simán blokkolni. Hát, geci. Jó, ez most hülyeség volt vele támadni, de azt akartam mondani, hogy nyomtam a Perryt, de ott az volt a célom, hogy utána nyomva tartom a gárdot, és a második ütés így is elment, így is átment rajta, szóval itt valami egyébként a gárdolással kurvára nem okés. Hogy én tényleg most csak azt akartam, hogy oké, akkor leblokkolom az összes kibaszott kombóját. De igazából a blokkra sem megyek szarra sem úgy, mert... De bazd meg! Ha folyamatosan nyomva tartom azt a szájba baszott kurva elegyet, akkor ne Jó. Elegem van ebből a játékból, bazd meg, hogy itt minden létező dolog, ami szarul tud működni, az szarul is fog működni. Bazd meg, komolyan mondom. Komolyan mondom, geci, unom ezt az egész szart. Nyomva tartom, tövig, leszakad a redvás kibaszott ujjam. Akkor ne sebződjek már meg, bazd meg! Elvégre nem fogyott el még a sztaminám közben. Komolyan mondom, a faszom eldúran, bazd meg, hogy ebbe a szarba semmi nem tud normálisan működni, geci. Komolyan fölbasz. Ez a Perry is egészen odáig használható, amíg egy támadást csinál az ellenfél. Onnantól kezdve, hogy multihites, használhatatlan az egész, bazd meg. Mert leperrizel egyet, és a karaktered nem tér magához elég gyorsan, bazd meg ahhoz, hogy le tud perrizni per blokkolni a következő. Inferno. És mi volt a másik? Mi a faszt adott még ezen nyomorult? Mindegy, le is szarom. Drain is control key. Az oké. Jó, mindegy, nem érdekel. Le kéne itt engedni akkor mindent. Aha, igen, onnan jöttem. Tényleg. Egyszer nem működött még úgy a Perry, hogy multihites atakból az összeset le tudtad. A Perry az odáig sikeres, amíg csak egy támadás jön. És a blokk sem működik, bazd meg, mert hiába tartom nyomva, előbb-utóbb átsebez rajta. Vagy mi, ragasszam oda az ujjamat az L1-re? Vagy mi a fasz csináljak, hogy elkezdjen végre úgy működni, ahogy kéne? Komolyan nem tudom, bazd meg. Remélem ide azért jövök, hogy azt a vízszintet azt le vigyem. Gondolom az lenne a lényege.
fontos. Forgotten Guardian. Stitch. Upper Kalrath. Aha. Most vagyunk Upper Kalrathba. Jó. Nem csak vissza a Seedlinghez. Felőtt nyomja. Jó, akkor már pedig én itt most... Amíg kiklopfoltam, addig volt tudunk kiűzni belőle a parazitát. Legalább mondjuk a látási viszonyaim azok úgy jók. Itt fejjel lefele van fordítva a minden? Nekem úgy tűnik. Leugrás lenne is. Az itt visszafordíthatatlan akció. De jó, hogy ilyenkor meghűl a target lock egyébként. Megint visszatértek a láthatatlan ijászok. Jó, legyen! Milyennek? Nohuta effigy. Felirat. Tökéletes. Azért ilyen szűk területen nem kéne langolni. Legalábbis szerintem. Aha, ez shortcut a bányába. A banyába.
robes. Aha. Mondok egy olyat, hogy... Elnézzük inkább előbb a másik irányba. Nem baj. Jaj, de jó, megint ezek a fejetlen faszmocsári hullák. Én most már a 644 az érdekes módon elég, hogy megdögöljenek. Csak már korábban nem volt elég. Jövök először fölfele. Biztos még egy kilépési pont. Drainage control key. Erről van szó. Ez itt nagyon necces volt, ez szerencsétlen kapta a buffot, ez nem volt vicces. Nem volt vicces. Adir Worshipper's Soul. Ha, és meg be lehet ugrani megint, mindjárt nézzük, hogy hova. My friends, I know the journey here was arduous, and that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But take heart, for are we now not within reach of Adir himself? Do we not walk among the Volgar, our most holy brothers and sisters, born of Adir's very own? To find Laro, those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, may have driven us into the shadows, but are we not used to be hunted and hunted simply for our... Jó, akkor most viszont már mehetünk lefele a... mi a nevébe? A ketrecek irányába. De mondok egy egyszerűbbet, most itt nincs kedvem kóvályogni össze-vissza, ezért megyek így. Szemrevételezzem a tájat, hogy úgy mondjam. Meg amúgy is, hogy lépjek egy szintet. Uh-huh. Jól van. Most már konkrétan akkor csak annyi dolgunk van, hogy... Hogy ihány lefele. Most már úgy ténylegesen igazán lefele. Bazd meg! Leperrizem és mégse sikerül. Mindegy, most már... Nem mondom, hogy megváltás fog minket itt várni, mert nagyon nem. De valami lesz. Megtehetném azt, hogy átugrok oda. Oh.
Hova jövök már, gyerekek? Elképesztő ez a világ, amit tényleg... Maga a felfedezés az amúgy fasza. Revelation Depths. Most csak addig jövök el, amíg... Valami... Faszom checkpointot. Jó, akkor... Bár itt azok nem teremnek minden bokorba, szóval... Egy teljesen másik terület. Jó, ide bármikor vissza fogok jönni. Nem igazán. Jó, mindegy, leugrottam. Most már akkor jövök erre. Na, faszom. Itt is képtelen mindenit. Keresek itt is valami checkpointot, akkor... Akkor most már... Erre pont nem számítottam egyébként. Lightfire. Meg tudom itt világítani a dolgokat. Most nem rakok oda Vestige-t. Még az előzőre szükségem van. Delirium Shard. Kettő király, most már tudom húzni ezt is 8-asig. Meg... Gyerekek, milyen faszom folyik itt. Még több faszom bánya. Vagy ez... Rejtőzködő íjászok. Ki kéne jönnöm? Ki kéne jönnöm innen? Kurva sürgősen. Srácok. Most... Nem, itt még nem voltam, mi a fasz? Ujja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 j
nézek még ott gyorsan majd a másik irányba. Szortból kiindul, vannak is valószínűleg jó szar scalingje van. Mindjárt jön a Reaper. Mindjárt jön a vörös kaszás. Nagyon mindjárt. Azaz, pont ilyen szűk helyen jöjjön. Szűken szeretem. Csinálni. Sötétséget azt mondjuk nem így kell, de... De a nagy delírium sárnak természetesen örülök.
Fú. Legalább az alapanyagok azok eléggé jól jönnek. Aha, ezt le tudom lökni. Hova is? Jó. Biztos. Csak valamiről checkpointot akarok itt találni, mert a... Bár igazából lehet dobhatok egy vestige-et is, mert most a másik, hát igazából ott csak liftezni kell a rendes vestige-től. Fingom sincs gyakorlatilag, hogy most mi van, hogy egyáltalán hol vagyok. Talán ez az új irány, ami ilyen... Ilyen, ja, szóval... Igazából ide pakolhatok egy vestige-et, és már elég mélyre jöttem. A másik területből meg a maradékot... Abból nem hiszem, hogy sok van. Innen igazából csak lefele kell liftezni egyet. Ott igazából csak egy ilyen szigetecske volt egy kaszással, az nem egy olyan big deal. Oh. If you're keeping an eye out for the pendant, then don't trouble yourself. I've got it back. For skulking in the dark with a horde of stolen trinkets. Visszaszerezte a pendantot. Dashed its brains out before it even knew I was there. It'll not be doing any more pilfering. To think, I never should have let it out of my sight. I'll not make that mistake again. And the blood'll wash off easy enough. I've been thinking. Maybe this was a sign from Katrin, a warning to never falter in the task I've set myself, or to think beyond the only thing that matters, honoring her memory and tending to the vestiges. You be on your way, Lampbearer, till the day I can finally be with my love again. This is where I'm. You be on till the day. This is where I'm. Ezt még így gyorsan megnézem, aztán. Szerintem én tartok egy szünetet most már, mert már régóta nyomom. Igen, ezzel ez lesz a baj, hogy ezzel sokáig kell várni. Nagyon. De ott most meg már egyszerűen túl messzire jöttem ahhoz, hogy kár, hogy csak egy vesztizs lehet egyszerre. De én az a szerencs, hogy nem kell egyébként sokat menni egyáltalán. Hú, bazd meg. Ez a Tactics, ez 10/10, ez beválik. Fektest ki, aztán szedd ki belőle a fírget. Na, szóval akkor, most már... Most már a nem Revelation Depths, és nem felfele, hanem... Kommentáljam ezt itt, bazd meg!
Már rég meg kellett volna döglenie, csak nem tudom mély, de mellé mentek az ütéseim. Úgyhogy közben amúgy végül is csak négyszer akartam rárakni a target lockot, de nem kell sikerülnie. Annak se, nem úgy gondoltam azt. Na igen, szóval, hogy még itt esetleg gondoltam, hogy szétnézek picit. Aha! De megint lefeheríztem! Kurvára nem érte meg! Gondoltam volna, hogy ezekből csinálnak bosszokat. Left hand bringer of stillness sword. Aha, most már akkor megvan belőle mind a kettő. Ez annyival másabb, hogy ez tud frostot. Ez pedig Wither. Wither damage-et csinál. Most konkrétan a fordítottját éltem meg a idáig lévő dolgoknak, hogy ilyen spoiler-szerűen csináltak egy Common Enemy-ből minibosst, és utána az ismétlődött, most meg technikailag pont fordítva. Bemutatták regular enemy-ként, aztán megcsináltak belőle egy... Hát jó, az most igazából... Hát nem tudom, relatív. Szerintem a két fő az még nem számít ilyenknek igazából. Hát tényleg ezért jutott róluk eszembe, a három Nazgul a Bloodborne-ba. Ma ott se az volt, hogy egyszerre rássol rád az összes. Megtaláltam Markónak a fejszéjét. Nem tudom, ez miért lesz nekem jó, de megtaláltam. Strength Radiance Inferno Wither. Oké, csak a szokásos, és... Úgy néz ki, hogy akkor... Ez... Ja. Gyerekek, ez technikailag ennyi volt. Jó van, erre most nem baszok el Vestige motot, mert igazából itt van a kertek alatt az a... Igen. Mi a neve? Checkpoint. Szóval visszaszaladok, ez itt akkor le lett nullázva. És én most akkor azt csinálom, hogy a kövi részbe... Az meg, na azt majd főzelem videón kívül, azt mondom, hogy mi volt. Szóval a következő részbe haladunk tovább ebből a... Revelation Depths-be. Revelation Depths-be? Igen, letoljuk azt. Aztán... Mert az Apple Colorettel az a gond, hogyha most ott is elkezdek haladni, előbb-utóbb ott is kell majd vesztizseket csinálni, mert a dedikált vesztizsek azok így, hát na, mondom, nem teremnek minden bokorba, szóval Revelation Depths, aztán Upper Carrot, aztán az a Pilgrim's Purge utáni rész meg itt szép lassan tolódik el fel, tehát az a nehezebb nyilván azt a nyomtójára. Szóval, ja, most nagyjából ez a terv, de most már kéne egy kicsikét szünetet tartanom, meg nagyon-nagyon kezdenek fölhalmozódni a részek, szóval renderelni is kéne, szóval, ja, ez itt most ennyi volt, és akkor innen folyt köv, addig is köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!